Néhányszor megkérdezték, hogy hát a, a lehetette látni, hogy, hogy Nobel-díjas lesz. A frászt, hát hülye az, aki azt mondja, hogy ilyesmit meg lehet látni. A karikókati egy nagyon tehetséges fiatal tanítványunk volt, de azon az évfolyamon tudnék mondani még kettőt-hármat, aki ugyanilyen tehetségesnek tűnt. Én Kucok Jakab vagyok, ez itt a Szabad Európán a Selfie. Üdvözlöm Önöket! Itt van a stúdióban Duda Ernő, a Szegedi Tudományegyetem korábbi professzora. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást! Ugye a beszélgetésben részint szó lesz majd Karikó Katalinról, de először kezdjük az önpályán elejére. Ugye viszonylag fiatalon Szegedre került, ugye Budapestről. Milyen volt ez a váltás, és miért kellett Szegedre mennie a fővárosból? Hát én a pályámat a a most Semmelweisnek nevezett orvos egyetemnek a orvosi vegytani tanszéken kezdtem, ami egy hihetetlenül jó hangulatú intézmény volt, ahol Straub F. Bruno volt a professzor, aki akkoriban hát az akadémiának is a főtitkára volt, és a Nemzetközi Atomenergia Bizottságnak, tehát nemzetközi tekintetben is egy rendkívül elismert tudós volt, és akkor meggyőzte a az akkori tudomány és a politikai vezető vezetőséget arról, hogy kellene egy olyan kutatóintézetet építeni, amelyik a modern biológiai kutatásokat, tehát elsősorban biokémia, biofizika, genetika, ahol ezeket lehet végezni. És eredetileg ezt a hűvös tervezték, de akkor volt egy olyan párthatározat, hogy decentralizálni kell, és ennek következtében kitolásként én azt hiszem ebben volt egy jó adag ilyen szemétkedés, hogy hát ha mégis akkor lemond erről az egészről a prof, kitalálták, hogy akkor legyen ez Szegeden. Ugye mindenki azt gondolta, hogy hát úgy lehet Pestről levinni a kutatókat Szegedre, tehát nyilván ez egy halott ügy lesz. Ez lett a Szegedi Biológiai Központ. És akkor ez lett a Szegedi Biológiai Központ, és hát hogy-hogy nem, Straub F. Bruno összetoborzott egy, tehát kiválogatta a pesti kutatók közül egy, egy induló stábot, és akkor hát így kerültünk le Szegedre. Egy interjúban korábban említette, hogy ez volt a világ legdemokratikusabb helye, valami ilyesmit fogalmazott az SBK-ról. Ez, ez mit jelentett, ez hogy nézett ki, és, és miért lehetett a szocializmuson belül egy ilyen kis kis zugot fenntartani. Hát nézze, az egészen biztos, hogy ebbe a, ebbe a soft diktatúrába, ami akkoriban Magyarországon létezett, meg hát ugye akkoriban Csongrád megyét, Polpot megyének hívták, mert hogy, hogy nagyon vörös volt. Ezen belül az SBK egy idegentest volt, tehát akkoriban az orvos egyetemen, vagy hát az egyetemen minden tanszékvezető az, az egybe párt funkcionárus is volt. Az SBK négy intézetének az igazgatói közül egyetlen egy sem volt pártag. Tehát már ez is egy abszolút fura dolog volt. És e, én azt hiszem, hogy ebbe a, ebbe a lágy diktatúrába az SBK a, a, demokráciának egy olyan szigete volt, ami még Nyugat-Európában is ritkaság. Tehát ahol hát egyrészt gyakorlatilag mindenki mindenkivel tegezett, tegeződött, Hetente kétszer volt egy-egy olyan foci meccs, ahol a főnököt nyugodtan föl lehetett rugni, tehát nem voltak. Tehát hogy mondjam, ennek az egésznek ilyen, ilyen pszichoterápiás következményei voltak, hogy, hogy, hogy lehetett érezni, hogy itt mindenki egyenlő. Tehát ahol nyugodtan azt lehetett mondani a főnöknek, hogy főnök, ebben nincs igazad, és ezt csináljuk valahogy másképp. És volt még egy nagyon fontos intézmény, hogyha egy fiatal kutató oda került az SBK-ba, április 24-én, ez a Szent, György nap, amikor a, ugye a meg a, a, lehet cserélni, akkor a fiatal kutató is dönthetett úgy, hogy ott hagyja a főnökét, és keres magának egy másik csoportot. Tehát ahol a, a, ugye az angol szóval a body chemistry nem működött a főnök és a beosztott közül, között, akkor a főnök megszabadulhatott a beosztottjától, akivel nem tudott kijönni, és a, a, a fiatal kutató kereshetett magának egy, egy jobb főnököt. Ez a nagyon egalitárius kultúra is vezethetett ahhoz, hogy ez ennyire sikeres projekt volt. Öt, ugye vannak azok a mondatok, hogy lényegében ez híresebb volt Szeged, vagy Szegedről, mint a, mint a Szalám, mint, mint, hát mindenki azt gondolná, hogy híresebb, aztán még az is mondta egy, egy interjúban hogy mi volt ennek az egész projektnek a kulcsa, mert hát azért nem hiszem, hogy annyi pénzből tudtak dolgozni, mint nyugati egyetemek, mégis hasonló polcra tudtak kerülni. Hát itt megint Straubev-Bunó jön be a képbe, ugyanis az első öt évre az SBK egy óriási összeget kapott a, a, a UNDP-től ez a, az ENSZ-nek egy ilyen fejlődés támogató szervezete. Hányan járunk körülbelül? Ez 1971-től majdnem 80-ig. Mm. Tehát hivatalosan 73 ban épült meg a, az intézet, amikorra már az összes épülete elkészült. De mi már 71-be lementünk, mert az első épület akkor megvolt, tehát mm. mi már ott kezdtünk dolgozni. És, és Ebből a rengeteg pénzből, amit mi kaptunk, ugye ez ráadásul deviza volt, tehát ez azt jelenti, hogy a legkorszerűbb műszereket meg lehetett venni, vegyszerekkel jól álltunk, és a, a világ különböző részéről nagyon menő szakembereket meg lehetett hívni, akik hosszabb, rövidebb időt eltöltöttek Szegeden, hogy egy új munka irányt, egy, egy, újabb témát beindítsanak, olyan embereket kiképezzenek, akik valami új területen dolgoznak, és volt még egy, hogy közülünk sokan összöndíjet kaptak, amivel kimehettek külföldre egy-két évre, és ott megtanultak új technológiákat, vagy új tudományágakat. És ön is volt külföldön a Washington Egyetemen. Hát én én meghívásra mentem ki Amerikába, de ugye az ígéret az volt, hogy ha az ember lemegy Szegedre, akkor a öt év, minden öt évből egy évet külföldön tölthet. És hát a, a mi esetünkben ez azt jelentette, hogy az első öt évből két évet külföldön töltöttünk. És ez a két év mit jelentett önnek? Miben formált a, a gondolkodását, a munkához való hozzáállását? Hát azt nem lehet elmondani. Hát a, a, az akkori magyar körülmények, közül kikerülni az akkori Amerikába, ami azt kell mondjam, hogy, hogy egy, egy százszor rokon szembesebb ország volt, mint a mai Egyesült Államok. Tehát eh, akkoriban elképzelhetetlen lett volna az, hogy egy, egy adócsalót megválasztanak elnökké. De, de nem, tényleg az volt, hogy egy olyan környezetbe kerültem, amit, eh, hogy mondjam, ennél jobbat egy, 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 intelligens ember számára elképzelni nem lehet. Ahol, ahol, tehát ilyen apróságokon múlt a dolog, hogy a, a telefonkönyvbe, ami hát egy ilyen vastag kötet volt, a, a, világon minden fontos adatot meg lehetett tudni. Tehát nem csak telefonszámok voltak benne, hanem hogy lehet ezt elintézni, azt elintézni. Tehát gyakorlatilag, a, hogy mondjam, egy, egy életvezetési tanácsadó volt a, a telefonkönyv. És hát mondjuk Szegeden akkoriban 15 évig kellett várni egy telefonra, amikor Szent Louisba bejelentettem, hogy hát beköltöztem egy lakásba, és szeretném, hogyha telefont kapnék, akkor azt mondta a telefon másik végén egy hőt, hogy hát végtelenül sajnálja, de hát ma már este 60, csak holnap tudják beszerelni a telefon. Tehát, hogy mondjam, ebbe lehetett lemérni a, 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 a különbségeket. És hogyha ezeket az ilyen technikai, nagyon fontos, komfortos dolgokat uh, félretesszük, akkor amikor te hazajött, akkor mi az a gondolkodásmód, amit talán tudod kamatoztatni itt, a kelet-európai Ugaron, Magyarországon, hogy mi volt az a nem tudom, hogy Duda Ernő hazajött és többet mosolygott? Igen, a, a, az biztos, hogy a szakmában nagyon jól lehetett kamatoztatni. De hát arra emlékszem, hogy, hogy például volt egy csomó olyan dolog, amit a nejem még Amerikában javasolt, hogy, hogy hozzunk. És én mondtam, hogy őrültség, hát például, hogy eldobható poharakat, vagy tehát ilyen partihoz mm. papírtányírokat, meg ilyesmiket. És kiderült, hogy nem lehet kapni. És akkor hallottam egy-két éven keresztül, hogy azért megmondtam, hogy hozzunk. Sosem gondolkodott, gondolkodtak azon, hogy kimaradjanak esetleg? Hát nézze, mind a kettőnknek idős szülei voltak, tehát... <kül> az volt az egyik dolog, ugye akkoriban, ha az ember kint maradt, akkor az azt jelentette, hogy egy lényegében egy évtizeden keresztül nem jöhet haza, mert addig diszidensnek számít. Tehát amíg nem lesz amerikai állampolgárságom, addig nem jöhetek haza. Ezt egyikünk se merte volna megkockáztatni. Másrészt én a magam részéről azért föl sem erült, mert én úgy éreztem, hogy a ha a Straub elintézte nekünk azt, hogy kimehetünk, és ilyen ösztöndíjakkal odakint dolgozhatunk éveken keresztül, akkor én tartozom annyival a, a ő neki, hogy, hogy, nem hozom őt kellemetlen helyzetbe azzal, hogy, hogy diszidálok. Egyébként meg kell mondjam, hogy az intézetből gyakorlatilag az összes kis titkár diszidált, és az egyik pár titkár is diszidált. A köznép közül alig egy-kettő. De miért? Ők is mint tisztelték a hagyományokat? E, hát nézze, én azt hiszem, hogy azért, mert aki akkoriban kis pártitkár volt, azért az igyekezett egy kicsit, hogy mondjam, a gyorsítósávon haladni. És ha egyszer kikerült Amerikába, akkor rájött, hogy az egy sokkal gyorsabb gyorsítósáv, mint a, a párt támogatásával ide az a karriert csinálni. Vissza Szegedre, ugye egy ponton azért elfogyott az ENSZ pénz, hogyha jól mondom, illetve nem érkezett újabb támogatási csomag. Őt Erről az időszakról vannak a különböző legendák, amiket többük is elmondtak, hogy akkor a vágóhídra kellett járni, disznóagyért, hogy azt a kutatáshoz fel tudják használni. Karikót Katarina legkevesebb pénzből kutatott Nobel-díjas, aztán ön mondta, mint jelzőt rá. Tehát, hogy viszonylag kevés pénzből kellett csodát vagy valami nagyszerű, nagyszerű dolgot letenni az asztalra ez a pénztelenség, ez valahol amúgy segítette az önök motivációját, az önök kreativitását. Nekem ami eszembe jutott az a hát délszláv futball, ahol nem volt sosem pénz, de pont emiatt Luka Modricok ki tudtak jönni, mert hogy meg kellett tudni, hogy meg kell tanulni, hogy hogyan lehet előrelépni. Nem tudom, hogy, hogy jól látom, hogy lehet, lehet látni ilyet a 80-as évek SBK-jában. Hát ez természetesen az sbk egy alapállás volt, hogy hogy ha valami nincs, akkor azt megpróbáljuk megcsinálni, vagy megszerezni. De ez, ez azt hiszem akkoriban az egész béketáborra igaz volt. Tehát én emlékszem arra, hogy amikor egyszer Novosibirzbe voltunk valamilyen, ott volt egy akadémgorodok, egy ilyen akadémiai falu, ahová száműzték a politikailag nem teljesen beilleszkedő kutatókat, meg, meg hát tényleg folytott nagyon komoly kutatás is. Én ott láttam ugye a kémiai laborban elengedhetetlen az üvegcsiszolat, hogy tökéletesen passzoljon a két edény egymáshoz. Az oroszoknál nem volt üvegcsiszolat, de a tankokból kilopták a teflon csöveket, és azokból csináltak valami olyat, ami a, a üvegcsiszolatot tökéletesen e, helyettesítette. Tehát az, hogy mi e, a, volt úgy, hogy a Mavattól rendeltünk 5 kiló csigát, és abból állítottunk elő egy olyan enzimet, amivel a, az élesztőgombáknak a sejtfalát le lehetett marni, vagy hogy... <kül> lószívből állítottunk elő citokromcét, tehát csupa olyan anyagokat, amire nekünk szükségünk volt, de normális országokban ezt az ember megveszi a Szigmától, vagy valamelyik e, olyan cégtől, amelyik ilyesmiket forgalmazni. mi nem volt devizánk, tehát ezeket mi magunk állítottuk elő. Tanítványok, hogy lassan a jókat, is rágtérjünk. Ön többször elmondta, hogy a világban szerte egy foci csapatnyi az ön kezei alól kikerült professzor, híres kutató, vagy bármilyen cégvezető van. Miért alakult ki önben ez a képesség, hogy felfedezze a tehetséget, és hát legalábbis elkezdje isrápolni? És, és mikor volt a felismerése ennek, hogy önben van egy ilyen, van egy ilyen tudás? Én nem tudom, hogy ez van-e. Tehát én, én ezt... Tehát a tanítványai közül én azt hiszem, Harvardon professzorok... Én azt hiszem, vagyok, hogy nagy szerencsém volt egyszerűen. Csak ennyiszer szerencse? Hát nézze, az a helyzet, hogy... hogy ö, tehát néhányszor megkérdezték, hogy hát a, a karikókatiba lehetette látni, hogy, hogy Nobel-díjas lesz. A frászt, hát hülye az, aki azt mondja, hogy ilyesmit meg lehet látni. A karikókati egy nagyon tehetséges fiatal tanítványunk volt, de azon az évfolyamon tudnék mondani még kettőt, hármat, akit, aki ugyanilyen tehetségesnek tűnt. Az, hogy a, a, a Kati eljutott oda, ahová eljutott, az elsősorban annak a, a mérhetetlen szívóságnak köszönhető, amivel a Kati a, a, az összes frusztráción keresztül gázolt és, és tartotta, magát tovább, ma, tartotta magába a lelket, ami végül is célba vezette. De hát, hogyha ha ez a járvány nem jön, akkor lehet, hogy a Katiról csak akkor hallottunk volna majd esetleg tíz év múlva, amikor azok a, a daganatos betegségek ellen készült vakcinák egy áttörést hoznak az onkológiai kutatásba. Tehát az, hogy a, hogy a Covid révénő egyik napról a másikra híres lett, ez, ez egy szerencse kérdése. Azt nem kérdezem meg, hogy látta a szeptember elején az első órán, amikor -Bon lesz, de hogy megvan az első emléke róla, hogy hol találkoztak és mikor? Eh, hát ő neki régebbi emlékei vannak róla, mint neki róla, mert, mert hiszen én oktattam az egyetemen, és hát nyilván azt az évfolyamat is oktattam, amiben, ahova a Kati járt, de, de hát nyilván, nézze, a, volt olyan év, amikor egy évben 600 hallgatónk volt. 600 embernek a, mondjuk akkoriban nem voltak még ilyen számok, de hát akkor is 70-80 embernek nem emlékszik 50 év távlatából az ember mindenkire. Én a Katira ar, azóta emlékszem, hogy hogy munka során összekerültünk, mert akkoriban ilyen lipid nanorészecskéket csináltunk, és tudni akartuk a pontos szerkezetet, meg a tisztaságát, és besegített nekünk a Kati. Tehát így akadtunk egymásra. De ez hogy történt, hogy a tanítványból végül is akkor az SBK-nak egy munkatársa lett? Hát addigra a Kati már a, a Farkas Tibor kollégámnak a csoportjába dolgozott. Tehát akkor, a... akkor már kollégák voltunk, és akkor egyszerűen csak az, hogy egy másik csoportba dolgozott ő, mint ahol mi dolgoztunk, de mi nekünk szükség. Az SBK-n belül akkoriban mindenki mindenkit ismert, és hogyha az embernek valami jó ötlete támadt, akkor tudta, hogy ki az az öt ember a négy intézetem belül, akikkel érdemes ezt a témát megbeszélni, akik lehülyézik, vagy azt mondják, hogy tényleg ezt, ezt érdemes tovább csinálni. De és amikor elkezdődött a közös munkafolyamat, akkor már Ön viszont már látta, hogy ez egy tehetséges lány? A, azután, hogy mi rászorultunk a Kati segítségére, és ő meganalizálta nekünk ezeket a mintákat, utána a Kati, a Katit minden érdekelte, és mi akkoriban egy nagyon akkori, hogy mondjam, akkor is szemmel nézve egy nagyon modern eh, kutatást csináltunk, próbáltunk genetikailag átalakítani sejteket. És ez őt felcsigázt, és akkor hát elég sok időt töltött a mi laborunkba, és beszállt abba a munkába, amit mi csináltunk. És hát így lettünk eh, közös szerzőtársak. Tehát eh, 40 évvel ezelőtt elkezdtünk valami olyan, ugye mostanában sokan azt mondták a, a COVID alatt, hogy hát ez a, ez a vakcina ez egyik napról a másikra keletkezett. 40 évvel ezelőtt lényegében ugyanazt csináltuk, mint ami ennek a vakcinának a lényege, tehát hogy egy, egy lipid nanorészecskével megpróbálunk nukleinsavat bejuttatni a sejtekbe. 40 évvel ezelőtt ezt csináltuk és ebből lett a vakcina 40 évvel később, vagy 35 évvel később. 85-ben már publikáltak egy cikket végül és, Kondoros is Kondoros Évával és közösen. Hogy így visszaemlékezve a munkafolyamatban, ki vitte az alapötletet, ki volt, aki a legtöbbet tudta beletenni munkában, és a leginkább előre tudta vinni ezt a folyamatot, hogy emlékszik vissza? Mert hogy akkor végül is ott volt annál a folyamatnál, annak a kezdetén, ami végül is egy embernek a Nobel-díját hozta, és hát egy nagy tudományos áttörést. Nem tudok erre válaszolni. Arra emlékszem, hogy egy, egy, egészen kivételesen jó hangulatú labor volt. Tehát nagyon kemény munka folyt, de, de végig röhögtük a napot. Tehát folyamatosan cukoltuk egymást, vagy, vagy másokat, és, és és, hogy mondjam, állati pozitívan álltunk, hogy ha valami nem sikerült, azon is egy jót tudtunk röhögni. Tehát eh, nem az volt, hogy Jézus Mária most háromnapos gyász lesz, mert nem sikerült a kísérlet. Hanem akkor egyből mindenki jött föl három-négyféle ötlettel, hogy lehetne mégiscsak megcsinálni, hogy az, az működjék. És miért nem folytatták együtt a közös kutatást, közös munkát? Hát én közben elmentem Kanadába. <kül> Mire visszajöttem addigra, a Kati már nem volt Szegeden, tehát ilyen értelemben elsodródtunk egymás mellől, és... és Ez fájt önnek akkor, hogy a Katalin kiment külföldre? Hát nézze, a, a Kati hivatalosan sose tartozott hozzám, tehát ő, ő hogy mondjam, túlórázott a mi laborunkba. Uh -huh. Tehát nem én voltam a főnöke, ő akkor másik laborba dolgozott, és azért is kellett, hogy elmenjen külföldre, mert a, a labort vezető, idősebb kutató az elment Amerikába. És hát ennek következtében kvázi nélkül maradtak. Meg hát ugye közben a Kati szült egy gyereket, és hát ugye amíg, amíg szülési szabadságon volt, akkoriban soha nem volt állás az SBK-ba. Tehát mihelyt, ha valakitől egy rövid időre meg lehetett szabadulni, annak a helyére már betettek valakit. Tehát így alakult az, hogy mire visszajött volna a szülési szabadságról, addigra már lehet, hogy nem is volt. Én nem tudom egészen pontosan a részleteket, mert mondom, akkor én nem voltam éppen ott. És mennyire tartották a kapcsolatot a onnantól számított 40-45 évben? Hát hol intenzívebben, hol kevésbé intenzíven. Tehát engem nagyon meglepett, amikor nemrégiben a Kati elő kapart egy levelet, amit én valahonnan Amerikából küldtem ő neki Amerikába, amire én abszolút nem emlékeztem. Tehát ez azt jelenti, hogy persze volt közöttünk rendszeresen levélváltás, amire hát így évtizedek később már nehéz visszagondolni. És ebben a levélben mi állt, hogyha szabad megtudnunk? Akkor azt hiszem valami olyasmi volt, hogy a, a, a Kati, amikor az első főnöké tőlő igyekezett megszabadulni és állást keresett, amikor a főnöke ezt megtudta, akkor ki akarta toloncoltatni az Egyesült Államokból. Hát egy nagyon sötét dolog volt. És ha jól emlékszem, akkor éppen valamilyen tanácsokkal láttam el, hogy, hogy mit kéne csinálni, vagy hogy lehetne ezen segíteni. De, de ebbe se vagyok biztos ugye az mrna vakcinára mondta, hogy ha nincs a koronavírus válság, akkor lehet, hogy tíz év múlva kap ekkora publicitást, mint amit ugye manapság azért kap, mondhatjuk. Mi a jövője? Tényleg úgy gondolja, hogy tíz év múlva már tud ez a rák egyfajta ellenszerűként is szolgálni? Eh, nézze, a nagyon sokféle eh, rák vakcina van kifejlesztés alatt. Tehát nem régibe tartottam erről egy előadást, akkor ennek egy kicsit utána néztem, ilyen 20-30 között van azoknak a rákvakcináknak a száma, amiről a tudományos közlések alapján ismeretünk van. M Már itt egy 20-30 gyártó próbálkozik, nem, egy 20 típusú 20-30 laboratórium dolgozik különféle jellegű vakcinákon, amelyeknek egy kicsit, mindegyiknek egy kicsit más a célja. Uh -huh. És e, hát azt hiszem, erre nincs időnk, hogy ennek a részleteibe belebonyolódjunk. A, a terápiának a legnagyobb problémája az, hogy a, a, a tumoron belül van egy olyan mikrokörnyezet, ami megakadályozza azt, hogy az immunrendszer normálisan működjék. Tehát ez azt jelenti, hogy az a fajta Védőoltás, mint amit ugye egy, egy kórokozó ellen csinálunk, ez a daganat ellen nem jön számításba, mert azok a, a immunsejtek, amiknek el kéne végezni a munkáját, nem tudják a mikrokörnyezet miatt elvégezni. Tehát ez nem jön számításba, ez csak azt lehet, hogy ezt a mikrokörnyezetet valamilyen módon megtörni, és a, a tumort védő mechanizmusokat leépíteni. De amiben én óriási fantáziát látok, például, hogy a kemoterápiával a és a besugárzással el tudjuk pusztítani azokat a tumorsejteket, amelyek éppen osztódnak. De vannak úgynevezett tumor őssejtek, amelyek sokféle tumorba keletkeznek, és ezek nem osztódnak. Ezek akár 10-15 éven keresztül sem osztódnak. Na most ezek abszolút rezisztensek a kemoterápiára és a besugárzásra, de 15 év múlva megölhetik az illetőt, amikor ő azt hiszi, hogy már régen meggyógyult, hiszen 10 éve tumormentes. Nos, ezek ellen a tumorős ellen lehet vakcinát készíteni. Hogyha egyszer valakit kigyógyítunk egy emlőrákból, akkor ne haljon bele 15 év múlva, mert kiújulnak az áttétei és elviszik. Ezek ellen lehet nagyon hatásos vakcinát. Vagy lehet profilaktikus vakcinákat csinálni, amiből már van is kétféle. Ugye tudjuk azt, hogy ma már a, a tizenéveseket beoltják a humán papillomavírus ellen. Ami azt jelenti, hogy reményeink szerint az ezután felnövő generációkban a méhnyakrák és a péniszrák az egy ismeretlen fogalom lesz. Nem lesznek emberek, akinek ilyen betegsége lesz, mert ezek a vakcinák megakadályozzák a daganat kialakulását. Ugye 2020 tavaszától nagyon sok médiában szerepelt, a tévékben gyakorlatilag napi szinten is ott volt, és a koronavírus kapcsán elmondta a véleményét. Mennyire volt váratlan ennek ez a, hát legalábbis országszerte, de hát nagyon híres ember lett. Ez mennyire volt önnek váratlan ez a helyzet? Hát teljesen, hát abszolút. Hogy kezelte? Nem kezeltem. Hát nézze, igyekeztem a, elhárítani azokat a, a, a médiumokat, amelyek hogy is mondjam, amelyeknek a, a, tudományos színvonalát nem tartottam megfelelőnek. Tehát kacsa magazinnak nyilvánvalóan az ember nem a tudományos nyilatkozatot. De azért az, hogy ön megszólalt, az sokaknak esetleg irritáló lehet. Itt a különböző hát oltástagadókról beszélek. Kapott ezektől a csoportoktól ön támadást? Hát nézze, a a kollégám boldog és volt, még halálos fenyegetést is kapott innen-onnan. Nekem volt egy-két őrült rajongóm, aki a, az internet bugyraiból előbányázható összes hülyeséget a nyakamba zúdította, hogy, hogy a mit is, <coughs> senki által nem ismert XY professzor, hogy nyilatkozott az oltásnak a veszélyeiről, és hogy kinek lett hatfejű gyereke tőle még meg hasonló baromságoknak a, a tömegét e, e, zu, volt néhány. De hát azért a, a levelezésemnek a túlnyomó része az olyan volt, hogy tanácsokat kértek, vagy, vagy elismerést. Ugye a magyar kormány végül is nem az mrna vakcinát favorizálta, ugyan nyilván sok megrendelésünk volt, de a kormány kommunikációjában kevésbé ez a hát Magyarországhoz is köthető felfedezés és vakcina került előtérbe. Ő ehhez hogy viszonyult akkor? Nem fájt egy kicsit, hogy végül is hát valahol az ön kutatása nem lett kiangsúlyozva legalábbis a magyar állam részéről? Nézd, az én kutatásomnak ez a világon semmi köze nincs. Tehát itt most arról volt szó, hogy van egy, van egy kitűnő vakcina, amihez Igen. én nekem a világon semmi közöm nincs. Még áttétes, áttételesen se. De nézze, tudományos szempontból a, a tudományban e, egy halálos bűn van ez a, a, a csalás, az adatoknak a meghamisítása, vagy, vagy hamis adatoknak a közlése. Tehát az én szemembe egy olyan <kül> nyilatkozó, aki képes a tévébe meghamisított adatokat bemutatni, ez számomra egy életre lejáratja magát. És ez megtörtént Magyarországon. Tehát próbálták bemutatni, hogy akiket a a, a Pfizer oltással beoltanak, azok meghalnak, miközben a nem tudom én milyen oltásoktól pedig meggyógyulnak az emberek. Tehát ez, ez egyszerűen, erre nincs más szó, ez aljaság volt. Egy kicsit még magáról a Nobel-díjról is beszéljünk. Amikor megtudta, még aznap beszélt Karikó Katalinnal, hogyan gratulált először, hogyan volt az első kommunikáció között? Nem, én azt hiszem, hogy erre nem is tartott igényt. Én egy egy erdőben tartózkodtam aznap éppen, és hát ott nem nagyon van térerő, de láttam, hogy már többen próbáltak telefonálni. És aztán az, az egyik alkalommal, amikor történetesen bejött az egyik hívás, akkor megkérdezték, hogy na mit szólok hozzá, és nem tudtam, hogy mihez kell mit szólni. Tehát egy kicsit később szereztem róla a tudomást, mint a, a legtöbb magyar állampolgár. De hogy az azóta nyilván beszélt Karikó Katalinnal. Hát e mailben szoktunk egymással levelezni. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást.